A stúdióban Bokros Lajos, a Modern Magyarországért Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Holnaptól hivatalosan kampány. Igen. Kezdődik az önkormányzati választási kampány. Hogy állnak felkészülésben? Jól állunk, köszönjük szépen. Minden jelöltünk elment és beadta az ajánlóív igénylését, és ezt hétfőn reggel át is fogjuk venni. A főpolgármester jelöltek közül én voltam az első, aki már hetekkel ezelőtt beadtam, úgyhogy én hétfőn reggel 7 órakor ott leszek a aljegyző úr irodájába. És akkor hivatalosan is főpolgármester jelölt lesz? Természetesen. Már most az vagyok, mert már nyilvántartásba vagyok véve. Ön lesz a Mozgalom részéről az egyetlen jelölt, vagy lesz még valaki más is? Itt ugye nyilván Magyar Györgyre gondolok. Az elmúlt napokban, hetekben szó volt arról, hogy ő is indulna a főpolgármester jelöltként, és egymást támogatják. Ezt akkor se lehetett pontosan talán érteni, hogy igazából mi a szándékuk. De lehet érteni, mert a szándék az, hogy megvárjuk szeptember 7-ét. 16 órakor le kell adni mindenkinek az ajánló íveket, és hogyha abból szeptember 8-án, 9-én hivatalos jelöltség lesz, mert elérjük az 5000 érvényes aláírást, akkor el lehet dönteni, hogy ki kit támogat, és adott esetben kilép vissza a másik javára. Tehát kvázi egy kicsit versenyeznek addig ezekkel az ajánlásokkal? Nézze, senki nem ugrik fejest a medencébe olyankor, amikor a medencébe még nincs víz. Tehát nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy ki az, aki képes összegyűjteni az aláírásokat. Mi nagyon bízunk benne, hogy képesek leszünk összegyűjteni az aláírásunkat. Nagyon sok támogatónk van, és nem csak Budapesten, hanem más városokban is indulunk. Ön mit szeretne egyébként? Tehát mennyire ambicionálja a főpolgármester jelöltséget? Én azt ambicionálom legelsősorban, hogy Budapestet szerezzük vissza a liberális, demokratikus, sőt mondhatnám a konzervatív erők számára. Azon erők számára, amelyek egy európai, nyugati világot szeretnének, és Budapest a demokrácia újjáépítésének a kiinduló pontja lehet, hiszen ez egy világváros, maradék szabadságunk kerete, az európai kultúra része. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megszerezzük a demokratikus ellenzék számára, mert innen lehet majd visszaépíteni az alkotmányos jogállamot és a demokráciát később országos szinten is. Igen, azt mondja, hogy az önkormányzatoknál kell kezdeni az új építést. Igen, ez a kiinduló pont. És hogyan? Tehát mit kell csinálni az önkormányzatokkal? Vegyük azt alapul, hogy mondjuk az őszi önkormányzati választáson nyernek. Mihez kell kezdeni ezzel a várossal, illetve mihez kell kezdeni az önkormányzatokkal ön szerint? A programunk nagyon sok pontot tartalmaz, ami lényegében megerősíti azt, hogy az önkormányzatok maradék önállóságát meg kell őrizni minden áron. Ez hozzátartozik az, hogy semmilyen vagyontárgyat, bármilyen szirén hangok is jöjjenek a központi kormányzattól, nem szabad átadni, sem a BKV-t, sem a csatornázási műveket, sem a köztisztasági vállalatot. Miért minden fontos az, hogy ezek az önkormányzat tulajdonában maradjanak akkor, amikor évek óta probléma van vele, és gyakorlatilag évről évre a költségvetés, az állami, a központi költségvetés szanálja ezeket a cégeket? Még nagyobb probléma lenne akkor, hogyha ezek nem önkormányzati tulajdonban lennének. Az állam, a központi kormányzat nem tudja jobban működtetni azokat a közszolgáltatásokat, amelyeknek az állampolgárhoz közel kell lenni. Látjuk azt, hogy elvették a közoktatási intézményeket és a közegészségügyi intézmények nagy részét. Minél nagyobb a elvétel, annál nagyobb a válság. Ilyen nem lesz attól több pénz se. Mi a különbség az önkormányzat és az állam között? Tehát tulajdonképpen hát pontosan az a különbség, hogy az önkormányzatokat a területen lakó állampolgárok közvetlenebből tudják ellenőrizni, és közvetlenebből is kell, hogy ellenőrizzék. Mi értelme van annak az önkormányzatnak, aminek semmi vagyona, semmi bevétele, és ennek következtében semmilyen közszolgáltatást nem tud teljesíteni? Akkor a legolcsóbb az lenne, hogyha 3200 magyarországi önkormányzatot felszámolnánk, és akkor minden a központi kormány felelőssége lenne. Én azt gondolom, hogy ez a demokráciát kiüresíteni a verseny lehetőségét az egyes önkormányzatok között. Nagyon fontos az, hogy az állampolgárok megválaszthassák, hogy hol laknak és melyik önkormányzatra szavaznak, és az önkormányzatok ilyen értelemben kegyeit keresik az állampolgároknak. Ez nagyon fontos egy demokráciában. Az önkormányzatok működésén kellene, illetve mit kellene változtatni szerint? Az önkormányzatok működésén nagyon sok mindent kellene változtatni. Legelsősorban azt kellene változtatni, hogy semmilyen olyan beruházást, befektetést,
közmunkát, vagy adott esetben közbeszerzést ne kezdeményezzenek, aminek nincs meg a fedezete. Ma Magyarországon az önkormányzatok jelentős része is elkényelmesedett abból a szempontból, hogy majd az úgynevezett hanyatló nyugat adófizetőinek a pénzéből csinálunk egy beruházást, annak egy olyan 10-15%-át el is lopjuk korrupciós alapon, de hogy aztán miből fogjuk működtetni, az senkit nem érdekel. Nagyon fontos az, hogy beruházást csak akkor lehessen kezdeményezni, bármit építeni, ha utána annak a működési költsége hosszú távra, hosszú évekre előre rendelkezésre áll. Ez egy olyan új gondolat, ami egyetlen önkormányzati vezető fejébe idáig nem fordult meg. Fölbontanak utakat minden évbe, sőt, évente többször is adott esetben, mert a beruházási pénzből bizonyos sleppek nagyon jól tudnak részesedni. Ezt is meg kell akadályozni. Tehát a korrupciót ki kell írtani gyökerestül. Nagyon fontos, hogy ehhez vaskézzel, szigorral kell irányítani a pénzügyeket és a gazdálkodást, áttekinthetővé kell tenni mindent, akkor is, hogyha ennek egy jelentős része ma a központi kormányzat kezében van. Hát és lehetővé kell tenni mondjuk valamilyen szinten az ellenőrzés. Ugye azt mondta, hogy a cégek, pontosan. A vagyonnak azért kell az önkormányzatoknál maradni, mert hogy az ott van az emberek közelében, és könnyebb ellenőrizni. Hogy ez? Igen. Mennyire működik ez az ellenőrzés? Mert az embernek lehet olyan benyomása, hogy igazából a politika van ott ezeken a helyeken, és hát a politika ellenőrzi önmagát úgy, ahogy, de hogy igazából a civil ellenőrzés, az, hogy a helyben élő emberek ellenőrzik a saját dolgokat, az mintha annyira nem működne. Picit szeretnék vitatkozni önnel, mert az is politika, hogyha a helyi társadalom, a civil társadalom ellenőrzi a helyi önkormányzatokat. A politika nem más, mint a közügyek. Igen, nem pártpolitika. Azt mondjuk, hogy politika, akkor általában a pártpolitikára gondolunk. Semmiképpen nem arra kell gondolni pusztán, noha az is egy integráns része egyébként a politikának, és a modern tömegdemokráciában pártok nélkül nincsen demokrácia, ez teljesen egyértelmű. De hogyha a civil társadalom úgynevezett nem kormányzati szervei részt vesznek a helyi közügyek intézésében, akkor ebből a szempontból őket nem nagyon tudjuk megkülönböztetni a pártoktól, mert ők is képviselnek bizonyos részérdeket, amit meg kell jeleníteni a társadalomban, és hogyha ezt nyilvánosan a liberális demokrácia, a ma olyan sokat ócsárolt liberális demokrácia szabályai szerint teszik, akkor ők ugyanúgy részt vesznek a politikában, mint a pártok, és ez nagyon helyes. A programunknak integráns része az, hogy most, amikor a központi kormányzat egyébként is támogatja, aprítja és írtja ezeket a független civil szervezeteket, mert meg akarja bélyegezni őket ugyanúgy, mint Putyin elvtárs azzal, hogy külföldi ügynökök, hogyha külföldről pénzt fogadnak el. Nos, ezeknek a fölkarolása, támogatása is az önkormányzatok nagyon fontos feladata lenne, mint egy ellensúlyt kell képezni a központi kormányzattal szemben. Igen, erre szeretem volna rákérdezni, hogy ezt hogyan képzeli? Hát az önkormányzatban a központi kormányzathoz kapcsolódó, vagy hát részben, vagy egészben is általuk, vagy azoktól a pártoktól delegált emberek ülnek. Akkor, hogyha ezek az önkormányzatok Fidesz uralom alá kerülnek. Éppen az a demokratikus ellenzék feladata, hogy minél több olyan képviselő juthasson a területi önkormányzatokba, amelyek nem a központi kormányzat járszalagjára vannak fűzve, nem az ő tenyerébe lesznek. Ez megtörténik, és akkor azok a civil mozgalmakat támogató, vagy akár civil mozgalmaktól az önkormányzatokhoz kerülő képviselők, illetve már akkor beszéltünk róluk, mint politikusokról. Pontosan. Ők hogyan tudják támogatni konkrétan a civil mozgalmak működését? Sokféleképpen. Egyrészt tudják támogatni azzal, hogy teret adnak a kibontakozásukra. Nem csak 1000 számra állnak lakások üresen Budapesten, aminek a hasznosítására javaslatot teszünk a mi programunkban, hanem úgynevezett közösségi terek is. Van egy csomó olyan régi, rossz ízű szóval, művelődési ház, színházterem, bizonyos értelemben sajnos lepusztult régi mozi és egyéb közösségi helyiségek, amelyek rendelkezésére állhatnának ezeknek a civil szervezeteknek arra, hogy összejöjjenek, hogy tagokat toborozzanak, hogy megszervezzék magukat, hogy programokat alakítsanak. Javasoljuk azt a bizonyos Budapest World Media Center-t,
olyan központot is, amiben önök is többek között eljöhetnének egy civil szervezetnek a gyűlésére, azt élőbe közvetíthetnék. Ugyanúgy lehetne a civil szervezeteknek ilyen körülmények között megvitatni pontosan ugyanazokat a programpontokat, amik a helyi önkormányzatnak a testületi ülése alatt előtt vannak, és a civil szervezetek így befolyásolhatnák azokat a döntéseket, amelyek a helyi önkormányzatokban születnek. És viszont, tehát a helyi önkormányzatok maguk is ezeknek a civil szervezeteknek a segítségével sok olyan közfeladatot tudnának megvalósítani, amire egyébként maguknak kevés pénzük van. Gyakorlatilag lejárt az időnk, de nem állom megkérdezni, már csak azért sem közgazdász és volt pénzügyminiszter. Mit szól Varga Mihály gazdasági miniszter érveléséhez a kaszinó ügyekkel kapcsolatban? Ugye arról van szó, hogy elengedik a koncesziós díjakat, le lehet írni az adó alapból, ezáltal egy olyan 7 milliárd forintról mond le a központi költségvetés. Erre Varga Mihály azt mondta, hogy muszáj, hogy jól működjenek a kaszinók, mert ha jól működnek a kaszinók, akkor több adó lesz, és ha több adó lesz, akkor majd jut az éhező gyerekeknek is több. Buta és cinikus érvelés, hatékonytalan és becstelen érvelés. Hatékonytalan és cinikus azért, mert hogyha igaz lenne, minden adókedvezmény több adóbevételt eredményez végső soron, akkor töröljünk el most minden adót, nem csak a kaszinókon, hanem az autógyárakon, a mezőgazdasági vállalkozásokon, a kisvállalkozásokon, a bankokon, a kereskedelmi cégeken, a közművállalatokon. Minden adót töröljünk el, és akkor majd több lesz az adóbevétel. Fából vaskarika, nyilvánvalóan hülyeség. Azért becstelen, mert itt arról van szó, hogy valaki, aki pénzügyminiszter, képes a saját maga maradék szakmai becsületét kitenni az asztalra és eladni fillérekért olyan körülmények között, amikor nyilvánvalóan csak arról van szó, hogy a haverek köztársaságát kell támogatni. Korrupció. Mokros Lajos, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.